Az egyezményt a két pártvezető Alekszandar Vucic és Pásztor István látta el kézjegyével. Pásztor szerint emelt fővel vállalható a kormánykoalíciós szerződés tartalma. Ez egy igen összetett és hosszadalmas kapcsolatépítés eredménye. Ezt büszkén állíthatja, mondta Pásztor, még akkor is, ha ezt sokan félre fogják értelmezni. De éppen ezzel a kapcsolattal bizonyítható, hogy a múltat magunk mögött hagyhatjuk, a jövőt pedig a jelenben kell építenünk, tette hozzá a VMS elnöke. A jövőbeli kormánynak, a szerb haladó pártnak azok a célkitűzések, amelyeket mi megfogalmaztunk, amikhez a szavazópolgárok bizalmát kértük, azok ugyanúgy egyfajta célkitűzését jelentik, mint ahogy mi nekünk azt képezik. Pontosan meghatároztuk az elsődleges teendőket a kisebbségvédelemben, a vajdasági érdekek érvényesítésében, a nagy közművesítési projektumok megvalósításában. Foglalkoztunk azokkal a történelmi témákkal is, amelyek kedvezőtlenül befolyásolták a szerbek és a magyarok viszonyát. A megállapodás értelmében a VMS-nek államtitkára lesz a mezőgazdasági és környezetvédelmi, a kereskedelmi, idegenforgalmi és távközlési, a munkaügyi és szociálpolitikai, az építészeti, közlekedési és közművesítési, valamint az egészségügyi minisztériumban. A koalíciós szerződés holnaptól megtekinthető lesz a VMS honlapján, jelentette be Pásztor István.